Sziasztok, ez itt a Galambos Dorina. Hé, a Kati Duó, ez pedig az Art Major Session. My mama told me a fairy tale when I was young, but I can tell. I still remember the story of the frozen man. 2017-es év az a Mrs. Kalambó zenekarnak egy igazi újrakezdés. Stílust is váltottunk, ugye a jazzből áteveztünk az elektropop világába, amit nagyon-nagyon élvezünk, és úgy gondoljuk, hogy ebben tudunk most kiteljesedni, és nagyon-nagyon inspirál minket ez a műfaj, főleg úgy, hogy tavaly rátaláltunk egy fantasztikus zenei producerre, Somogyvári Danira, akivel együtt dolgozunk, úgyhogy ezt most nagyon élvezzük, de azokat sem hagyjuk cserben, akik a jazz iránt rajonganak, vagy pedig szeretik a meghittebb, ilyen kellemesebb, nyugodtabb koncerteket, ezért hoztuk létre ezt a duót Katival. Mikor is? Egy fél évvel ezelőtt csináltuk meg ezt a duót a Dorinával, vagyis igazából nem kellett különösebben megcsinálni, mert a stílusváltással ugye új számok írásába kezdtünk, és azt ebben a felállásban zongoraénekkel hoztuk létre, és a Somogyvári Daninak pedig nagyon nagy segítség, hogy ő ezt meghangszereli elektronikus világba. 2016 nagyon sokat adott nekünk a dal. Azt már 2017 volt tényleg. Hát 2016-ban írtuk. 2016-ban tagcserék is voltak a zenekarban. Én 2015-ben kerültem be a Mrs. Kalambóba, de 2016-ban ma a bőgős és most már szintén basszus pozícióra Heigl Laci került be, és így ezzel a felállással voltunk hallhatók, láthatók a dalba, és 2017-ben pedig még több újdonsággal készülünk. Lesz. Nagyon látványos, és hát teljesen új kütyük fogunk alkalmazni, nem csak ilyen pure felállásban, hogy egy szál zongora, egy szál ének, hanem aztán mindenféle dolgokat be fogunk vetni, és nagyon várjuk, hogy mi lesz a közönség reakciója. De egyébként azt tapasztaltuk, hogy a dalban is nagyon jól reagáltak a stílusváltásra, és buzdítanak minket, úgyhogy közelővel írjuk az új számokat.